Jó napot! Ezt a kislányt a lányomat keresem. A kislány meghalt. Gyógyíthatatlan volt. Fogadj el, úgy könnyebb lesz. Kislányom. Apa! Kislányom! Drágaságom! Mi folyik itt, drágaságom? Nem tudom, miért apa. Vagyunk itt? Itt keltem fel, és nem tudtam, hol vagyok. Apa, félek! Ki vagy te? Én vagyok az apa. Üdvözlöm. Csupán két kérdésem van önhöz. Kicsoda maga? Látja ott a falon a lányát? Úgy értem a valódit.
Helyes. Most jön a könnyebbig. Mondja, van magának egyáltalán lánya. Kellene egy rövid, tömör igen vagy nem, hogy be tudjam írni itt a jelentés alján lévő rublikába. Higgyel, ez nekem most eléggé fontos. Te? Nem emlékszem. Kérem, foglaljon helyet. Jó hírem van. Na, üljön csak le. Ne is törődjön bele. Része a procedúrának. Kóstolja meg a citromtortát. Szórakozik velem? Olyan már. Mindenki megérdemli a citromtortát a 499. ciklus után. Holnaptól újra szabad ember. Amit vállalt, megtette. Saját és feletteseim nevében szívből köszönöm a segítségét. Ide figyelj! Azt rohadt elmetletek! Most azonnal elmondod, hogy mi a franc! Szólj nekik, hogy ez is sikerült, mehet a gyártás. Igen, teljesen kisütöttük az agyát. Még azt is elfelejtette, hogy volt-e lánya vagy sem. Elvesztett valakit? Hiányzik. Fáj, ha eszébe jut. Forduljon hozzánk. Mi kitöröljük. Memod. Lépjen tovább. Most bemehetünk hozzá. Készen állsz erre? Azt hiszem, igen. Az elmúlt 3 évben intenzív kísérleteket végeztünk, vajon a szer hatásos-e? Önkéntesek ezrein teszteltük, hogy működik-e az eljárás. Ettől biztosan elfelejt mindent. Ha nem vállalod be, már nem lenne köztünk. Tudom. És ha ez az utolsó is lecsöpög, akkor tényleg meggyógyulok? Bezonyám. Azért majd néha meglátogatsz. De tényleg nem emlékszesz semmire. Sajnos nem, kicsim. Hát akkor... Akkor legyen mostantól úgy, hogy én mesélek neked esténként arról, amiket együtt csináltunk. Én mindenre emlékszem.